Kik most a leggazdagabb magyarok? Még mindig Mészáros Lőrinc van a csúcson, vagy sikerült végre valakinek letaszítani a trónról? Sziasztok! Márk vagyok a tízes listától, és ma beszélgessünk Magyarország leggazdagabbjairól. Rahim Kulov Ruszlán a tizedik leggazdagabb magyarként 174,1 milliárd forint vagyon tudhat magáénak, amiből azért jó pár kifli kitelik. Neki viszont ez a vagyon rossz hír, mert egy évvel ezelőtt még 70 milliárddal értékelte őt többre a Forbes. De a testvére Timur is hátrébb került a listán a korábbi évhez képest. Ő idén a 172,8 milliárd forintra becsült vagyonával csak a 11. helyet tudta elkapni. Ruszlán és testvére Timur elsősorban az apjuknak, Rahim Kulov Megdetnek köszönhet a vagyonukat, aki 2005-ben és 2006-ban is a leggazdagabb magyar volt. Pontosabban a leggazdagabb Magyarországon élő ember. Viszont ahogy ő visszaköltözött Oroszországba, lekerült a listákról, és a fiai örökölték meg a hazai érdekeltségeit. De miből van ez a mesés vagyon? A Rahim Kulov testvérek az OTP és a MOL nagy tulajdonosai, ami mivel Magyarország két legnagyobb cége, nem is meglepő, hogy nagy szeletet jelent, de vagyonkezelő cégük is van, illetve Ruszlánhoz több előadó művészeti szervezet is köthető, amik éveken keresztül zsebeltek be állami támogatásokat. Széles Gábor 2007-ben még az ötödik leggazdagabb magyarnak mondhatta magát, de 2021-re egészen a 12. helyig csúszott le, ahonnan tavaly sikerült felpattannia, és a 190,2 milliárd forintra becsült vagyonával elkapta a 9. helyet. Ez alapján azt hihetnéd, hogy Ruszlánékhoz hasonlóan csökkent a vagyona, de igazából nem ez a helyzet. Szimplán csak másoké többet nőtt. Széles Gábor 36 évesen alapította meg az első vállalkozását, ami után sorozatos vállalkozóvá vált. Az első nagy áttörést a 80-as években alapított számítógépalkatrészeket gyártó cége, a Műszertechnika hozta meg neki, majd később a Videoton vállalathoz került, aminek a privatizációjával hatalmas vagyont tudott szerezni. Azóta is az eredeti alapító tulajdonossal együtt irányítják a céget. Sőt, 1996 óta az Icarus igazgató tanácsának elnöke is, de hozzátartozik az Echo TV, a Vitál TV, és 2005-ben felvásárolta a Magyar Hírlapot kiadó céget is. Demján Sándor hatalmas ingatlan birodalmat épített fel, aminek segítségével élete utolsó időszakában folyamatosan benne volt a top 5 leggazdagabb magyar listájában. Sőt, 2008-ban a 300 milliárd forintra becsült vagyonával ő volt Magyarország leggazdagabbja is. A 2018-as halála után a vagyona és a vállalkozásai pedig átszálltak a feleségére, illetve a családjára. Hozzájuk tartozik a West End Plaza épület együttese Budapesten, a Korda Sándor filmstúdió, ahol folyamatosan hollywoodi kasszasikerek forgatnak, vagy éppen a Trigránit ingatlanfejlesztési cégcsoport. Demján Sándor építetett plázákat többek között Kolozsváron, Pozsonyban és Bukaresten is, voltak cégei Szerbiában, Montenegróban, Romániában, Oroszországban és Lengyelországban, sőt Cipruson is. Vagyis elmondható róla, hogy a régiónk egyik vezető ingatlanfejlesztési cégét hozta létre, ami miatt nem meglepő, hogy a családjának a 220,1 milliárd forintra becsült vagyona felért a 8. helyre. A hetedik leggazdagabb magyar Jelinek Dániel szintén ingatlanban utazik, és idén sikerült beelőznie Demján Sándor családját a maga 224,7 milliárd forintra becsült vagyonával. Már a középiskolában is kereskedett számítógépekkel, alkatrészekkel és más használt árukkal, de később mégis az ingatlanok felé kezdett el kacsingatni. Az egyetem alatt 20 évesen társalapítója lett a Tangram Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek, ami többek között gazdasági tanácsadással, illetve hitelkérelmek és üzleti tervek készítésével foglalkozott. Egy évvel később jött is az újabb vállalkozás, a Kevin & Thorn BT, ahol üzletviteli tanácsadással és válságmenedzsmenttel foglalkoztak. Jelinek Dániel a mai napig a cég vezérigazgatója. Az egyik legjobb húzása az volt, hogy sok esetben nem megbízási díjat kért a munkájáért cserébe, hanem kisebb részesedést azokban a cégekben, vagy éppen ingatlanokban, amiken dolgoztak. Ez pedig azt jelentette, hogy ha tényleg sikerre tudják vinni a partnert, akkor hosszú távon sokkal többet kereshetnek, mint a megbízási díjuk. A 2008-as válságot épp hogy túlélték, amihez hozzásegített, hogy előtte az ingatlanok egy részét eladták, előre érezve a közelgő vihart, a cég egyharmadát pedig eladta egy amerikai befektető partnernek. Ma már a Jelinek Dánielhez tartozó Indotek Group Magyarország vezető ingatlanfejlesztő cége több kategóriában is. Hozzájuk köthető országszerte 38 bevásárlóközpont, több szálloda, rengeteg raktár és ipari terület, de irodaházaik is vannak. 2022. decemberében robbant be viszont az a hír, hogy a hozzájuk tartozó Gellért szállót eladják a Tiborcz Istvánhoz tartozó Budapest csoportnak.
Szíj László 2022 végére elérte a 6. helyet a maga 229 milliárd forintra becsült vagyonával, amit főleg az elnyert építőipari állami tendereknek köszönhet. Vagyis folytatódott az utóbbi évek trendje, amit még a beruházási stop se tudott megállítani. Tisza Kécske korábbi polgármestere 32 évesen alapította meg a Vakond út- és építőipari Kft-t, amit több építkezési cég követett. Ezek pedig szépen elkezdték termelni a pénzt a konyhára, mivel elég gyorsan nőttek. 2000 és 2003 között még éves szinten 50 és 100 millió forintos éves árbevételt hozott a cég, de 2004-ben minden megváltozott. Ekkor ugyanis már 351 millióra tudták ezt növelni, ami 2005-re már másfél milliárdos bevételre duzzadt. Ez viszont annyira nem meglepő, hogyha benézünk a kulisszák mögé, ekkor nyerte ugyanis el a cég az első tendereit. Az állami megbízások vonata azóta se állt meg, sőt egyre csak növekedett, és ma már szinte mindenféle állami építőipari projektet rájuk lehet bízni. Ennek az egyik csúcspontja, hogy tavaly Szíj Lászlóhoz és Mészáros Lőrinchez köthető cégek kapták meg 35 évre a magyar autópálya koncessziót is, vagyis a teljes magyarországi gyorsforgalmi úthálózathoz kapcsolódó építkezések és azok fenntartásának projektjeit. Nem is csoda tehát, hogy Szíj László vagyonát 229 milliárd forintra becsülik. A top 5-be már befért Veres Tibor, aki a Wallis autókereskedő, a Sernau autómegosztó, a Wing ingatlanfejlesztő, a Praktiker és az Alteo vezetője, és a 2021 végén 258,6 milliárdra becsült vagyonát mostanra 295,9 milliárdra tudta növelni. Mindezt egy olyan évben, amikor jelentősen visszaesett az autópiac. Ez viszont őket nem hatotta meg, sőt, akár kapóra is jöhetett a terjeszkedésben, mert tavaly óta hozzájuk tartozik hazánk egyik legnagyobb autóflotta kezelő cége is. Veres az apjával együtt hozta létre a mai Wallis autókereskedő cég jogelődjét, ami az évek alatt töretlen fejlődésen ment át. Ezt jól mutatja, hogy ők tudták behozni Magyarországra a Sernau autómegosztó szolgáltatást is, ami azóta az egyik legnagyobb hazai hálózattá lépett elő. De nem csak az autókereskedelemmel és a megosztóhálózat üzemeltetéssel, de ingatlanfejlesztéssel is foglalkoznak a Wing ingatlanfejlesztő cégével, ami már nem csak Magyarországon van jelen, hanem 2021-ben már régiós terjeszkedésbe is kezdtek. Ezek mellett viszont az Alteót, legalábbis annak a többségi tulajdon részét decemberben eladta Veres a MOL-nak, illetve Jelének Dánielhez és Tiborz Istvánhoz köthető alapkezelőkhöz. De azért így se kell szerénykednie. Az idei negyedik Gattyán György is régi szereplője a leggazdagabb magyarok top listájának, sőt 2014-ben még elsőnek is mondhatta magát. Viszont ő kakukk tojás az élvonalban, mert elsősorban nem ingatlan fejlesztéssel, állami megrendelésekkel és hasonlókkal lett piszkosul gazdag, hanem a felnőtt ipar forradalmasításával. Most éppen a becsült vagyon a 357 milliárd forint, ami megmutatja, hogy ebben bizony van pénz. Ma már persze közel se csak ez hoz neki pénzt a konyhára, mert az itt megszerzett tudása alapján is kiépült IT cége, a Dockler Holding tavaly hatalmasat nőtt. Cég szinten 449 millió euróra nőtt az éves forgalmuk, bár tény, hogy ennek a nagy részét az erotikus tartalmakat nyújtó Live Jasmine hozta, ami a mai napig az egyik leglátogatottabb felnőtt oldal a világon. Ez pedig talán nem meglepő módon sok pénzt tud termelni. Hiába volt áfacsalási botránya is záratta be vele a NAV korábban az Andrássy úton található üzletét is, Gattyán vagyona egyre csak nő. Tavaly még a választásokon is elindult a Megoldás Mozgalom nevű pártjával, amivel a digitalizációt hirdette, de hiába mondta egy interjúban korábban, hogy szerinte akár a kétharmadra is esélye lehet, csúnyán elhasalt a szavazólapokon. A szerelem projektje a Techball Sportág viszont szépen fejlődik, és 2023-ban már nagy európai versenyre is készülnek. A fő cél az olimpia lenne, de ahhoz még azért dolgozni kell. Magyarország leggazdagabb embere tavaly elvesztette ezt a címet, és nemhogy egy, hanem két helyet csúszott le a listán egészen a harmadik pozícióig. Mészáros Lőrinc vagyonát a legutóbbi listán még 488,1 milliárdra becsülték, ez viszont mostanra 436,5 milliárdra csökkent, úgyhogy érthető is a visszaesés. Az ország gázszerelője 2017-ben lett a leggazdagabb magyar, viszont azóta stagnált az előtte hiperszonikus vagyonosodása, ami miatt ketten is lehagyták. Korábban azért is tudott ilyen sebességgel nőni a vagyona, mert a cégei főleg az építőiparban voltak jelen, ahol folyamatosan tendereket nyertek. 2022-ben viszont a hozzáköthető Opus már sokkal inkább energetikai céggé vált, miután 2021-ben megvették a Tigázt, majd ezen az úton elindulva több energetikai szektorba tartozó céget is bekebeleztek.
de azért arra nem kell számítani, hogy Mészáros le fog lassítani. Épül a Budapest-Belgrád vasútvonal, amiből elég szép állami megrendelést tudott kiszakítani, és az OTP versenytársának megcélzott Magyar Gigabankja is jó úton halad, mivel 2022-ben már sikeresen egyesült az MKB és a Budapest Bank. Úgyhogy nem kell aggódni, nem valószínű, hogy Mészáros Lőrinc egyhamar kiesne az 5 leggazdagabb magyar listájából. Felcsuti Zsolt a Forbes becslései alapján 2020-ban még Magyarország 5. leggazdagabb embere volt 246,1 milliárd forintos vagyonnal, mostanra viszont ezt az összeget majdnem megduplázva 468,6 milliárddal már a 2. helyre ugrott fel. Ez az első év, hogy ilyen magasra ért. De mégis miből lett ennyi pénze? Nem állami megrendeléseken keresztül, vagy éppen a privatizációnál szerzett hatalmas vagyont, hanem szépen egymásra pakolgatta az építőkockákat. A hozzáköthető MPF Holding egy kis családi cégből nőtte ki magát egy globálisan versenyző vállalattá, aminek 99%-ban exportból származik a bevétele, és mára a központja is Szingapúrban van. A céget még az apja alapította a 70-es években, ami eredetileg fém- és műanyagipari termékek gyártásával foglalkozott. A 90-es években viszont, amikor a nehéz helyzet miatt mindenki összehúzta a nadrágszíjat, ők rátapostak a padlógázra, és elkezdtek relatív olcsón visszavásárolni külföldi tulajdonból régi magyar cégeket. Ilyen volt például a Chemkel építőanyaggyártó, amit a Henkeltől vettek meg, vagy éppen olyan régi magyar szerszámgyárak, mint a Videnta és a Carflex. Az egyik legnagyobb felvásárlásuk 2010-ben történt, amikor az akkora Kelet-Közép-Európa legnagyobb konvektor és fűtőkészülék gyártójává váló Féget vásárolták fel. Felcsúti idén dollármilliárdossá is vált, amiről az amerikai Forbes is elfogadta a vagyonbecslését, így Mészáros és Csányi mellett ő szerepel még a magyar dollármilliárdosok között. És ha már Csányi Sándorral fejeztük be az előző gondolatot, folytassuk is vele, mivel 2017 után végre vissza tudta venni a vezetést, és újra ő lett a leggazdagabb magyar. Az előző évben Csányi több mint 70 milliárddal tudta növelni a vagyonát, amit a Forbes most már 541,6 milliárd forintra becsül. Ezzel ő lett az első magyar, aki átlépte a bűvös 500 milliárdos határt. Csányihoz az OTP, a PIK, Hertz és Mizu márkákat magába foglaló Bonafarm és a CD Hungary ingatlan hasznosító tartozik, de ő a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, és 2018 óta a FIFA alelnöke, tagja az UEFA pénzügyi bizottságának, és ő a MOL PIK Szeged kézilabdaklub tulajdonosa is. A vagyon a két fő irányból növekedett tavaly. Az OTP folytatta a regionális növekedését, és 2022. szeptemberében megvette a szlovén Nova KBM bankot, decemberben pedig az üzbég Ipotekát, a Bonafarm pedig 20%-ot tudott növekedni egy év alatt, ami két elég erős mozgatórugó. Nem is csoda, hogy vissza tudta szerezni az első helyet. Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.